Sziasztok, Évi vagyok, és üdvözöllek titeket a Krúcsóban. A mai videó egy DM haj, méghozzá azért, mert tegnap Instastoryban megkérdeztelek titeket, hogy mit szeretnétek szívesebben látni ma. DM holt vagy tabu videót, és a DM holt szavaztátok meg. A tabu videót is, szóval az is be van ütemezve, az is érkezik majd, viszont valószínűleg csak jövő hétvégén, úgyhogy hétközben más témájú videóra számítatok majd. Kezdjünk is, még mielőtt belekezdenék. Úgy gondoltam, hogy egy kicsit ki szeretnék lépni a komfortzónámból, úgyhogy kipróbáltam ezeket a nagy karika fülbevalókat, és egy ilyen oldalfonatot hozzá, nem tudom, mert elég mediterránra sikeredett a végeredmény. Minden esetre én nem tudom eldönteni, hogy ez most akkor nekem tetszik vagy sem, de remélem, hogy nem bánjátok, hogy most egy kicsit megújult külsővel ülök a kamera előtt. Na szóval, a háztartási termékekkel szeretném kezdeni. Azon belül is itt van első körben a Swiffernek ez a pormágnesem. Az utántöltőt vettem meg, ami fibréz illattal van ellátva, úgyhogy nagyon kellemes illata van takarítás közben. Nekem ez vált be a legeslegjobban a portörlésre, mert tényleg összegyűjti a port, úgyhogy nagyon egyszerű vele portörölni, és mintha utána nem is lenne már 5 perc volna megint olyan poros minden, mint amilyen volt. Aztán van itt egy kézmosó szappan, amit tegnap volt a nagy DM-es bevásárlásom, ezt viszont előtte vettem egy ilyen 2 hete, mert elfogyott a kézmosó szappan a vendégvécében. Ez a Method márkától van, és nagyon-nagyon kellemes az illata minden esetre. Hát én nem igazán tudok rájönni, valami Mimóza szán a neve. Mimóza virág lenne gondolom benne, de annyira elképesztően finom illata van, hogy nagyon-nagyon elégedett vagyok vele. Illetve mi van még itt? Van itt borzasztó érdekes papír zsebkendő, tök jó, mert ez a Soft & Sicher DM saját márkás terméke, és ilyen nagyon kis nyári, kis könnyed dizájnnal jöttek ki. Van itt muffin forma, ez ugye elfogyott, és szeretem, hogyha van itthon, mert muffint, hát nem tudom, most elég régen sütöttem, viszont havonta nem tudom, olyan 2-szer elő szokott fordulni, hogy muffint szoktam csinálni. Aztán WC tisztítóból újra vettem a jó öreg Domestost, ami nem is tudom, hogy mióta nem használtam, minden esetre ez az etalon, ez az, amihez mindig vissza szoktam térni, és most is úgy voltam vele, hogy oké, akkor térjünk vissza a gyökerekhez, és vegyük meg ezt a Domestost, nagyon szoktam szeretni. Itt van a szokásos frosh levendulás általános higiéniai tisztítószer, amit már nagyon-nagyon sokszor láttatok nálam. Ez az egyik kedvenc takarítószerem, amit mindig újra veszek. A WC takarításhoz, a macskahalom takarításához, különböző felületek tisztítására nagyon univerzálisan felhasználható tisztítószer, nagyon szeretem. Közben gondban vagyok azzal, hogy hova pakoljak, na mindegy, csak megoldom. Aztán itt van a Baleától kézmosószappan utántöltő a fürdőszobába. Ez a sima szenzitív változat, ezt Martin szereti többnyire használni. Vettem mosogató szivacsot, és most a Profissimo-tól vásároltam meg ezt a darabot, vagy hát ebben ugye 2 darab van. Még mindig keresem a tökéletes mosogató szivacsot. A DM-ben elérhető darabok közül eddig a Villeda volt az, ami a legeslegénkább bevált. Viszont most úgy voltam, hogy oké, próbáljuk meg ezt, hát hogyha ez még jobb. Az IKEA mosogató szivacsa volt eddig a legeslegjobb mosogató szivacsa, amivel dolgom volt, viszont elég gyorsan tönkrement, és habár nagyon olcsó, mert azt hiszem, hogy 1 euró volt egy ilyen 3 darabot tartalmazó zacskó, viszont hát nem tudom, nem akarok csak ezért IKEA-ba járni, van a környékünkön, de szeretnék inkább olyan megoldást találni, amit így megvehetek egy ilyen nagy bevásárlás során. És ha jól látom, akkor ez az utolsó takarítós, nem, ám még van ott valami. A Dengmitnek az ecetes tisztítószerét vettem meg, aminek ugye alma illata van. Tudom, hogy lehet használni sima ecetet is, nekem ez valahogy egy kicsit kellemesebb megoldás, én nem igazán bírom elviselni az ecet szagát. Minden esetre ezt én a csaptelepek vízkötlenítésére szoktam használni, a mosogató ki fényesítésére úgymond. Igen, ilyesmire. Jó, és tényleg most már ez az utolsó háztartáshoz vásárolt dolog, miközben a Cilibennek ez a WC-be akaszthatós WC illatosítója. Nagyon szeretem, kékre színezi a vizedöblítés során, illetve nagyon kellemes illata van, és amiért már többször újra vettem az, hogy ez eddig a leghosszabban tartó WC illatosító, amihez szerencsém volt.
És akkor jön a másik szatyorka, amiben szépségápolási és műtermékek is vannak. Az első, amit a kezembe akad, ezt sem most vettem, hanem kb. Egy-két hete, a Boleától egy nagyon-nagyon érdekes termék. Tudjátok, vannak ezek a koreai lábmaszkok, ami utána ezt az elhalt bőrréteget teljesen így lehámlasztja a lábfejről, vagy hát a bőrről, és utána egy ilyen bababuhaságú bőrt hagy maga után. Na most elvileg a Balea is kijött egy ilyesmivel, ez egy limitált kiadás volt, és eszemben voltam meglátogatni a barátnőmet, ott találtam a DM-ben, itt a Zoolingeniben egyáltalán nem láttam. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mennyire fog beválni. Még nem próbáltam ki még hozzá azért, mert elvileg miután ugye ez egy ilyen zokniszerű valami, miután ezt felhúzod és elvégzed vele ezt a kúrát, hogyha lehet így mondani, utána egy pár napba beletelik az, mire elkezd tényleg lehámlani a bőr a lábfejedről, és mivel olyan meleg volt így az utóbbi egy-másfél hétben, hogy én folyamatosan papucsban és szandálban voltam, nem igazán volt hozzá bátorságom, hogy ezt bevállaljam, mert nem szerettem volna, hogyha valaki azt hiszi, hogy éppen rohad a lábfejem. Mindenesetre tényleg nagyon kíváncsi leszek rá, és ha kipróbáltam, akkor mindenféleképpen be fogok nektek számolni róla, hogyha esetleg otthon is kapható, akkor meg tudjátok venni vélemény alapján. Nem egy olcsó termék, azt hiszem, hogy 4 euró volt, ami Balea termék, ez szerintem egy kicsit drága, főleg, hogy egyszer használatos, de hogyha tényleg egy ilyen csoda eredményt lehet vele elérni, akkor azt mondom, hogy ennyiért megéri. Hoppá! Igen, itt van a Meridol szájvize, amit pont az előző DM-holban vettem egy másik szájvizet, a Senzu Dune-től, viszont csak visszatérek ehhez, mert ez a legjobb eddig, amit használtam, hiába a maga 7 eurós ára, ami számomra tényleg sok, de annyira jó, hogy inkább kiadom érte ezt az összeget. Van itt egy új tusfürdő, méghozzá én nem igazán szoktam szeretni a Dove tusfürdőit, számomra túlságosan krémesek, úgy érzem, hogy nem tudom olyan könnyen lemosni magam róluk. Jól van, nagyon helyes a magyarom. Na szóval, hogy úgy érzem, hogy nem igazán tudom olyan könnyen utána eltávolítani ezt a tusfürdőt a bőrömről. Minden esetre ennek annyira megtetszett az illata, ez elvileg új, ilyen micellás tusfürdő. Nem tudom, most már tényleg minden beleötvözik ezt a micellás technológiát. Láttam már ugye a micellás víz mellett ilyen sampont, sminkeltávolító kendő, tényleg nagyon felkapott le ez a micella dolog. Nagyon-nagyon kellemes tisztaságillata van, ilyen krémes tisztaságillat, úgyhogy azért vettem meg, mert remélem, hogy esténként öröm lesz vele zuhanyozni. Aztán van itt 2 darab egyéb tusfürdő, méghozzá a Mixának ezt a rózsaszín változatú tusfürdőjét vettem meg. Mandulaolajos, ezt elsősorban Martin használja, és egy hónapban el is szokott locsolni magára 2 flakonnal, viszont néha én is szoktam esténként használni, mert nagyon kellemes illata van, és emellett tényleg ennél a tusfürdőnél határozottan érzem, hogy ápolja is a bőrzuhanyzás közben. Sakkozom még ott a szabad helyeket. Van itt egy teljesen lényegtelen fogkefe, ezt ugye Martinnak vettem, illetve van itt egy fésű. Én nagyon-nagyon szeretem a Tangle Teasert, ennek az utazó változata van meg nekem már, nem is tudom, szerintem több mint 3 éve pink színben, és nagyon szeretem, viszont mindig is úgy gondoltam, hogy nekem hiányzik hozzá egy ilyen nyél, mert azzal egyszerűen számomra könnyebb a fésülködés. És megláttam, hogy a Tangle Teasernek kijött egy ilyen nyeles változata is a DM-ben. Rózsaszínben vásároltam meg. Nem egy olcsó mulatság, mert 15 euróba kerül, viszont szerintem nagyon-nagyon szép. És hogyha ez is annyira jól és mindenféle probléma és hajtépés nélkül kifésüli a hajamat, mint a Tangle Teasernek az utazó változatú fésűje, akkor biztos vagyok benne, hogy hosszú-hosszú ideig barátok leszünk. Aztán tökre megörültem, hogy a Mixának egyre több terméke érhető el az itteni DM-ekben, és megláttam, hogy kijöttek dezodorokkal is. Kétféle volt, az egyik az, amit én is megvettem, ez a narancssárga kupakos, ebből ugye megvettem a golyós dezodort és a spray változatot is, ebben nincsen alkohol, a másik változat pedig, már nem is emlékszem, hogy az milyen színű volt,
viszont abban pedig nem volt alumínium só. Na már most én az ilyen alumíniummentes dezodorokkal eddig mindig kudarcot vallottam, úgyhogy megvettem ezt, nekem ezzel nincs is problémám. Volt tesztel a DM-ben, úgyhogy ennek meg is tudtam szagolni, hogy mennyire tetszik az illata, és nagyon-nagyon kellemes illata van, nagyon-nagyon kíváncsi leszek rájuk, hogy mennyire fognak beválni. Oké, még valahogy működik a dolog. Van itt egy pár, még mindig hát háztartáshoz kapcsolódó termék, mert hogy élelmiszerről van szó. Vettem a DM Biotól polentát, illetve bulgurt, ezt már nem is tudom hányszor láthattátok nálam, tényleg nagyon gyakran új szoktam venni, mert nagyon szeretem, illetve újra vettem a szezám pasztát, mert a múltkor elhasználtam, és szeretem, hogyha van itthon, mert hogyha nem is tudom, humusz készítek, vagy ázsiai ételekben is volt már olyan, amiben használtam, akkor jó, hogyha van itthon. Jó, lassan most már az ölembe veszem ezt a kis szatyorkát, hogy belelássak az aljába. Baromi érdekes Evelyn-es fültisztító pálcika. Újra vettem a Balea ureás lábkrémét. Számomra ez a lábkrém a legeslegjobb, ami történhet a lábaimmal. Tényleg... ugye a pedikűrt azt nem lehet nélkülözni mellette, viszont hogyha utána minden este odafigyeltek rá, hogy be legyenek kendve a lábaitok, és én bizony reggel is szoktam egy kicsit a sarkamra kenni, mert hogyha egész nap papucsban vagy szandálban vagyok, akkor hiába úgymond ápoltak a lábaim, valahogy mégis úgy kicsit olyan kiszáradtnak tűnnek, úgyhogy nappalra is szoktam használni, de csak kis mennyiségben, mert különben csúszik a talpam a papucsban. Na szóval, hogyha tényleg rendszeresen használjátok, akkor meg lehet őrizni a sarkak puhaságát a termék segítségével. Jó, már nincs olyan sok minden. Van itt még egy Colgate, otthon Colgate-nek mondják, itt pedig Colgate, annyira fura, hogy itt másképp ejtik. Minden esetre van itt egy Colgate komplett fogkrém, amit szintén Martinnak vásároltam. És mutattam nektek a Foami márkától, hogy megvettem ezt a tusoló szivacsot, amiben benne van úgymond a szappan, és maga az a dolog, hogy egy ilyen szivacssal le tudom radírozni a bőrömet zuhanyzás közben, az tökre megtetszett, és képzeljétek el, hogy én ezt a szivacsot annó 8 euróért vettem, és most már csak 5 vagy 6 euróba kerül a DM-ben, úgyhogy szerintem ízbe kaptak, hogy egy kicsit elszálltak az árakkal. Minden esetre az Ébelintől vettem meg ezt a szivacsot, elvileg ez is illatosított, és egy ilyen masszázs élményt nyújt. Nagyon kíváncsi leszek rá, remélem, hogy ez is ki fogja elégíteni a radírozós vágyaimat, hogyha lehet így mondani. Illetve van itt 2 darab körömlak, és utána áttérünk a sminktermékekhez. Mind a kettő egy Essie lak, vettem egy sima fekete körömlakot tőlük. Én nagyon szeretem az Essie körömlakokat, tudom, hogy fekete van az Essence, vagy a Catrice, vagy a Manhattan kínálatában is. Minden esetre remélem, hogy elégedett leszek ennek a minőségével, mert pont a fehér volt egy olyan körömlak az Essie-től, amit nem igazán szerettem. Minden esetre ezt majd, nem tudom, egyszerűen megkívántam a fekete körmöket, lábon és kézen is, majd meglátjuk, amúgy annyira nem nyári szín, de szerintem, hogyha eléggé le van barnulva a bőröm, akkor ahhoz jól tud állni. Amúgy ez a... hát nem fogom tudni kiejteni az árnyalatot, minden esetre ez egy fekete szín. A másik, az egy limitált kiadású körömlak az Essie-től, a Sunny Days, aminek egyszerűen gyönyörű színe van, tényleg ilyen... nem tudom, nekem erről így a napfény jut eszembe. Van egy hasonlóan szikrázó, de rózsaszín színem, az is limitált kiadás volt az Essie-től. Remélem, hogy ezt is annyira fogom tudni majd szeretni a kezeimben. És akkor jöjjön egy ecsetkészlet, méghozzá itt Németországban a DM-ekben lehet kapni a Real Techniques termékeket, és... kijöttek egy limitált kollekcióval, amit amikor megláttam, akkor egyszerűen képtelen voltam ott, hogy pedig nem tudom, én egy kicsit drágállom a maga 26 eurós árával, főleg így drogériás viszonylatban. Minden esetre ennek komolyan ki tud ellenállni, egyszerűen hihetetlenül néz ki. És amúgy a hátuljára rá is van írva, hogy van benne egy, ez a finishing ecset, van benne egy
szemhéjecset, szemhéjre való ecset, és egy púderecset, illetve itt a háttérben ez a flitteres dolog, amit láttok, az pedig egy ilyen kis kozmetikai táska. Hát szerintem gyönyörűen néz ki, nem tudom, hogy mennyire jön át, hogy ilyen csillámos az ecseteknek a nyele, mint hogyha ilyen kis sellős dizájn lenne, tényleg gyönyörű. A Real Techniques ecsetekkel alapvetően meg vagyok elégedve, volt már, vagy hát van egy pár ecsetem tőlük, úgyhogy ezért voltam úgy vele, hogy oké, egyefene, akkor vegyük meg ezt a szettet. És az utolsó három darab smink termék, ami itt van, az egyik az a LOV, vagy LOV, nem tudom, hogy pontosan hogy kell kiejteni, méghozzá ez egy Luminizing Fixing Water, ami ugye egy smink fixáló spré, ami nem tudom, hogy mennyire fogjátok tudni így látni kamerán keresztül, de hogy ebben ilyen csillámok vannak, amik egyszerűen gyönyörűen néznek ki. Felfújva magát ezt a csillámokat én nem látom, viszont tényleg egy ragyogást ad a bőrömnek. Emellett nagyon-nagyon minőségi érzetet kelt, hogy egy üvegben kapott helyet ez a fixáló spré, és jó, valamennyivel drágább is így az Essence Catrice kategóriánál, de azt hiszem, hogy ugyanegybe kerül, mint a Maybellinnek a fixáló spréje, amivel nem is annyira vagyok elégedett, és igen, ez nagyon-nagyon tetszik. És a DM-ekben itt Németországban lehet kapni The Balm termékeket. Nem olyan régóta találkoztam így az állvánnyal, ami nem a többi sminkmárka mellett kapott helyet, úgyhogy nem tudom, hogy ez tényleg ez csak egy ilyen limitált dolog, hogy lehet kapni ezt a márkát a DM-ben, vagy tényleg ez állandó szortiment része lesz. Minden esetre most megláttam, amúgy is szerettem volna venni a Mary Luminizer porállagú highlightert, szerettem volna megvenni, az természetesen le volt hoztva, de megláttam, hogy akciósak a termékek, úgyhogy ezért is aggódom azért, hogy nem lesz tovább kapható a DM-ben. Minden esetre így megvettem kettő darab smink terméket a márkától. Az egyik a Bonnie Luminizer, nem tudom, hogy jól ejtem el, minden esetre ez egy folyékony highlighter, aminek nagyon-nagyon szép aranyszíne van. Ez a folyékony highlighter megvolt a Mary Luminizer árnyalatban is, viszont amikor megszvacsoltam mind a két terméket, akkor úgy gondoltam, hogy a Mary Luminizer, mint hogyha egy kicsit túlságosan világos lenne a mostani arcszínemhez, úgyhogy ezt vettem meg, nagyon kíváncsi leszek rá, még nem próbáltam. És egy folyékony anyakrúst hoztam még el, még hozzá, abban a színben, amit most a számon is láttok. Ez a Committed. Na igen. Igen, ezt most először kentem fel, és elég kellemes viselet, nagyon kíváncsi leszek rá, hogy mennyire lesz tartós, viszont amit el kell mondanom róla, hogy a szín az valami más is. És nagyon meglepődtem rajta, mert amikor felvittem, akkor éreztem, hogy ilyen mentolos csoki, After Eight illata van a terméknek, ami a felvétel után, mintha egy kicsit bizsergette is volna az ajkaimat, minden esetre annyira nem, hogy ez tényleg ilyen ajak növelő hatással is bírjon, de nagyon örülök, hogy kipróbálhattam ezeket a termékeket, és annak pedig különösen, hogy akciósan jutottam hozzájuk. Voltak amúgy szemhéjpuder paletták is a márkától. Volt olyan, amit tetszett, viszont úgy voltam vele, hogy nem kell most szemhéjpuder paletta, ezért nem vettem meg az Essence új szemhéjpuder palettáit sem. Nem tudom, leszvacsoltam őket, és szépnek néztek ki, viszont az a paletta, ami tetszett volna, az több olyan színt és árnyalatot is tartalmazott, ami nagyon-nagyon hasonló volt egymáshoz, úgyhogy úgy voltam vele, hogy hiába 7 euróba kerül, úgyhogy abszolút nem egy drága dolog, viszont nincs rá szükségem, csak azért meg, hogy elmondhassam, hogy megvettem, csak azért nem vásároltam meg, viszont tudom nektek ajánlani, hogy vessetek rájuk egy pillantást, mert tényleg jó minőségűnek tűnnek, és szépek a színek, és érdekesek a paletták, és tök jó, hogy így össze vannak válogatva. Igen, csak kinyögöm végre, hogy mit is szeretnék. Amúgy a palettákra Betty is felhívta a figyelmemet, neki is van egy kis videója így ezzel kapcsolatban.
Jó, azt hiszem, hogy mindent megmutattam és mindent elmondtam. A DM-hol kiértékelős videóban már van egy-két sejtésem, hogy miről szeretnék majd hosszabban mesélni, de hogyha van olyan termék, amiről mindenképpen szeretnétek hallani a véleményemet, akkor írjátok meg a kommentárok között, és akkor felírom a kis listámra, hogy nehogy elfelejtsek szót ejteni majd róluk. És két személyt szeretnék üdvözölni ebben a videóban, méghozzá Kis Annát, szia Anna, és Moharos Viki, szia Viki! Ti is nyugodtan használjátok a szia hashtaget a kommentárok között, hogyha szeretnétek, hogy a következő videók egyikében titeket üdvözöljelek személyesen. Igen, írjátok meg nyugodtan, hogy ti mit vásároltatok mostanában a DM-ben. Remélem, hogy azok a termékek, amiket megmutattam, otthon is kaphatóak. Ezzel mindig egy kicsit gondban vagyok, hogy mi az, amit megmutassak, mi az, ami kapható otthon, mi az, amit fölösleges, mert otthon nem kapható. Nem tudom, hogy mennyire érdekel titeket esetleg olyan termék, amihez otthon nem tudtok hozzájutni. Erre tök jó lenne, hogyha válaszolnátok. Illetve még egy kérdésem lenne hozzátok, hogyha már úgyis 20 perces a videó, akkor nyújtsuk még tovább. Eddig ugye az üdvözlés, ahogy most is üdvözöllek titeket a krucsóban, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó kis szójáték, viszont egy pár kommentárban olvastam, hogy nektek annyira nem szokott ezt tetszeni. Nem tudom, hogy ide be tudok-e illeszteni egy körkérdést, vagy hát egy ilyen szavazást, hogyha nem, akkor nagyon örülnék, hogyha a kommentárok között megírnátok, hogy szerintetek maradjon ez az üdvözlés forma, vagy ne, illetve ezzel kapcsolatban szerintem Instagramon, Instastoryban is meg foglak titeket kérdezni, egy szavazás erejéig, úgyhogy gyertek át oda is nyugodtan, és osztátok meg a véleményeteket velem, mert nagyon érdekel, hogy mit gondoltok erről. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett, találkozunk legközelebb, addig is legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!